A gyomor savasításáról szóló videósorozat negyedik részében azt nézzük meg, hogy honnan tudhatjuk, hogy helyreállt a rend a gyomorban, és mit tegyünk ezt követően. Szeretettel köszöntök mindenkit! A videó megtekintése előtt ajánlom figyelmetbe ennek a gyomorról és a gyomorsavról szóló videósorozatnak a megelőző három részét is, ha esetleg nem láttad még. A videók hivatkozásai megtalálhatók a videó leírásában. Az első videó arról a rengeteg betegségről szól, amivel közvetlenül vagy közvetetten összefügg a gyomor savassága és mennyisége. A második videóban a gyomorsavat gyengítő és erősítő tényezőkről volt szó. A harmadik rész pedig a gyomor visszasavasítás az egyensúlyának a helyreállításáról szólt. Mit tegyünk, ha elkezdett javulni a helyzet, elkezdett csökkenni a pH, elkezdett több gyomorsav termelődni. Először is onnan tudhatjuk, hogy elindult a gyomor pH értéke lefelé, tehát kezd helyreállni az egyensúlya a gyomorban, hogy csökkennek a tünetek. Ha volt allergia, ordogulás, puffadás, bélgáz, reflux, ezek mérséklődtek, majd később meg is kell, hogy szűnjenek ezek a tünetek. Azzal, hogy erősödik a gyomorsav, elkezdhet az ételekből több mikrotápanyag és fehérje hasznosulni, ami a betegségek tüneteinek a mérséklését is kell, hogy jelentse, tehát javulás kell beálljon az egészségünkben más területen is. Fontos, hogyha nagyon rossz állapotban van a gyomor, tehát rengeteg tünetünk van, az előző három részben többről is beszéltem, semmiképpen se fogyasszunk zöldeket egy ideig, tehát zöld turmixokat, búzafüvet, spirulinát, klorellát, lucernát egy pár héten át, mert ugye a zöldek azok lúgosítanak. A korábbi videókban szó volt róla, hogy milyen esetekben ajánlott csak bevinni a zöldeket. Tehát csak rosszabbodik a helyzet, ha egy lúgos irányba elmozdult gyomorsavra, további erős lúgosítókat küldünk be. Várjuk meg, amíg rendbe jön a gyomor, és csak ezt követően kezdjünk el zöldszínű zöldségeket, ételeket, pláne nagyobb mennyiségben fogyasztani. A D-vitamin bevitelére is figyeljünk oda, mert a gyomor és a nyelőcső találkozásánál lévő izomnak az összehúzódásában a kálciumnak kulcs szerepe van, a kálciumot pedig a D-vitamin vezérli. Ez főként ugye reflux esetén fontos, hogy a sav ne jöjjön fel a nyelőcsőn. A fő savasítók, tehát az almaecet és a betain hidroklorid szedésének megkezdésével egy időben, vagy picit később, célszerű bevezetni a mindennapi táplálkozásunkba az erjesztett zöldségeket, tehát például savanyú káposztát és kovászos uborkát. Az erjesztett zöldségek egyrészt a savasításban, a gyomorsav erősítésében tudnak segíteni, másrészt pedig a nagy valószínűséggel leromlott bélflóra helyreállításában is. A kollagén és vagy a húslevesében lévő prolin, glicin és a hidroxiprolin mérséklik az áteresztő bélszindrómát, illetve kiegyensúlyozó hatással vannak a gyomorsav termelődésére is. Itt ajánlom a figyelmetbe a multikollagén italport. A több gyomorsav termelődését segítő betain hidroklorid a nevét a cékláról kapta, a céklában fedezték fel először, tehát a cékla és a céklalé bevitelét is érdemes beiktatni. A gyógynövények közül pedig nagyon jó a gyomor megnyugtatásához a kamilla, ígyunk rendszeresen kamilla teát. A savasítás megkezdése után egy 2-3 héttel pedig elkezdhetünk a vitaminok visszatöltésére is gondolni. Egy pár hónapon át tartó vitaminfeltöltő kúrára azért lehet szükség, mert ha a kevés vagy a gyenge gyomorsav az mondjuk több éve tart, valószínűleg nagyarányú vitamin, ásványanyag és nyomelemhiány is kialakult a szervezetünkben. Nem volt ugye rendes az emésztés, így ugye nem épültek be a mikrotápanyagok. Tehát ha már erősödik a gyomorsav, kezdjünk el a mikrotápanyagok visszatöltését. Ebből a célból a legjobb természetes szuperételek a mikroalgák, tehát spirulina, klorella, litotamniumalga, a tiszta méhpempő, a virágpor, a sörélesztő, a májételek, csirkemáj, marhamáj, a terápiás célú gyümölcslevek, mint a goji, a gránátalma, a tőzeg áfonya, a homoktövis, a fekete áfonya és a halak, leginkább azért, mert ugye könnyen emészthetők. A szintetikus készítményekkel való vitaminfeltöltés, tehát kapszulák, tabletek, én nem igazán ajánlom, pláne nem hosszú távon, egyszerűen azért, mert alacsony hatásfokkal épülnek be, nagy mennyiségűben pedig inkább csak terhet jelentenek az emésztőrendszer számára, mivel ugye
nem tartalmaznak enzimeket. A betain-hidroklorid és az emésztőenzimek folyamatos bevitele max. 2-3 hétig ideális, az almaecetet azonban folyamatosan fogyaszthatjuk később is. Idővel csökkenthető az almaecet, vagy az almaecet kapszuláknak a mennyisége, de mivel érezhetően ugye jobb lesz az emésztés, könnyebb lesz a gyomor, jobban érezzük magunkat, nem lesz feszültség az emésztőrendszerben, nem is akarjuk majd elhagyni. A nyomelemeket lehet csökkenteni idővel, de nem érdemes teljesen elhagyni őket, mert a mindennapi ételeink már nagyon nyomelemhiányosak. A sót, tehát a nátriumkloridot pedig használjuk, fogyasszuk rendszeresen, ne együnk sótlanul. Köszönöm, hogy végignézted ezt a gyomor állapotának a javításáról szóló negyedik videót. Holnap érkezik az utolsó, melyben többek között a gyomorsav lekötők pusztító hatásairól is szó lesz. Ha tetszett, kedveld a videót és oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a harang gombra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!